megrendülve érzékeljük azokat a roppant energiákat, amelyeket a teremtő engedelmesen, teremtő legyen szava az anyagba sűrített, roppant erőt mozgatják a csillagok millióit, és engedelmesen hirdetik teremtőjüknek az akaratát, lenni akar. Amikor így tavasszal végigcsókolja a földjeinket a napsugár, mint minden élet szinte megmozdul az érintésére. A magva, gumók, hagymák fedezékéből föltámad az élet. A bokrok, a fák élettelennek látszó karjai, ugye láthatjuk, hogy lessük a rügyeket, rügyek bomolnak, és hamarosan virágok, milliárdjai kihabzik az élet. Ők is a teremtő akaratát hirdetik, és a természetnek ebben a himnuszában kapcsolódik bele az ember is, amikor az élet szolgálatába szegődik. Igaz, hogy a hivatlan utitásunk a halál, de az élet az igazi anya. Ezért minden ember szív egy ütemre dalol, élni akar. Csak egy valaki jött a földre ezzel a szándékkal, hogy meghalja. Csak egy valaki mondott igent az életre azzal a szándékkal, hogy meghalhass. Urunk Jézus azért költöztette halhatatlan istenségét, a halandó test ruhájába, hogy meghalhass. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta el. És Krisztus meghalt a kereszten, nem beteges élet undorból, nem ellenségei akaratából, hanem az emberek iránti szeretet. Szinte delegázolt keresztjével, amiként Mózes az ő botjával a szenvedés tengerébe, hogy utat nyisson előttünk az örök élet partjaira. És hogy erről soha meg ne feledkezzünk, nagyszerű tettének emlékművet állítunk. Amikor a halál elragadja szeretetünket, ugye virágkozót helyezünk a koporsójára, ezzel díszít kimegyünk földi szinteni a sírját, imádkozunk a sírja fölött, kőből, márványból, emlékművet építünk, és így védelmezzük el ideig, óráig az elmúlásnak. És tesszük ezt azért, mert a szeretet nem akar felejteni. Így gondolkodott Jézus is, ezért elpusztíthatatlan életművet állított halálos szeretet. Nem kétséges, hogy földi élete során több olyasmivel ajándékozott meg, ami méltó arra, hogy megörökhessük. Hiszen ezért állítjuk fel templomainkban minden karácsonykor a Betlehemistát. A liturgiában minden esztendőben megemlékezünk üdvözítő tetteit. Sokféle emlékművet állítunk föl az ő követő keresztény emberek, de Jézus csak egyhez ragaszkodott. Azt akarta és azt akarja, hogy megörökítsük halálát és mögötte rejlő szeretetét. És ennek akar emlékművet állítani az utolsó vacsorát. Ezzel a szándékkal vett a kezébe a kenyeret, hálát adott, megtölte, vagy tanítványainak adta. Vegyék, egyétek meg, ez az én test. Ugyanígy a vacsora után fogta a kenyeret, így szól, ez a kenyer új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemben. Valahányszor a kenyeret eszitek és a kenyeret isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg elmegy. És az apostoli hagyomány szerint történt a nagy emlékmű fölállítás. Az oltári szentség. Az eukarisztiának az alapítása, így akarta Jézus térben és időben kiterjeszteni értünk bemutatott áldozatot. Ezzel akarja államosítani
bűneinket, és ezzel megadni annak a lehetőségét, hogy bűneinktől megszabadulva igaz életünk. A pap minden szentmisében kezébe veszi a kenyeret és a kenyerben csillogó bort. És hittünk arra tanít bennünket, hogy ez a kenyér Krisztus teste, ez a bor Krisztus vér. Nem halott, hanem föltámadott, megdicsőült test. Újra egyesített test, ezért is az egyház ragaszkodik ahhoz, hogy akár csak Szentostjában, akár csak a Szent Vérre áldozva is az egész Krisztust vesszük magunkhoz, nem szép választott test. Nem halott, megdicsőült, föltámadott. Igaz, hogy mozdulatlanul rejtőzik a kenyér anyag köntösében, és ezzel is emlékeztet halálra. Külön a test, külön a vér, miképp a kereszt. De nem azért, hogy szomorkodjunk és gyászba öltözzünk, mert inkább örvendeznünk kell annak az életnek, amit az ő halálával szerzett. Ugye minden szentmisével a keresztvához megyünk, megnyílnak Jézus szent sebei, kicsorduló vére, megtisztítanak a bűneinket. Minden szentmisében utolsó vacsora asztalához telepszünk, hogy Jézus testével táplálkozunk, részesei legyünk az ígéretnek, aki az én testemet eszi, és az én véremet vissza. Az íreknek, van a katolikus íreknek, van egy szép szokás, ugye meséltem erről már karácsony napján, égő gyertyát helyeznek az ablakon. Ennek történelmi hagyománya van, de ezzel azt akarják ma már jelezni, hogy mindenki szívesen látott vendég otthon. Bármerre kerültek a világban, kerülünk a világban, a felén vezetett utatok, ezt a gyertyát mindig megtalálják. Lépjetek a házamba, ölelő karral fogadlak és szeretettel megvendégünk. Így beszélt egyszer első János Pál, amikor nuncius volt még Bulgáriában is elbúcsúzott. Polgárnének a nagy barátja, ezzel is mint egy a mesterét utánozta, ez volt a beszédének az egyik része. Én is szeretettel fogadnak benneteket. Jézus is megnyújtotta a Golgotán a szeretetnek a lángoszlopot. És ez a tűz, testvéreim, ez a tűz gyulladt ki oltárainkban minden szent is. Azért, hogy megnyújtotta